Szevasztok srácok, üdv mindenkinek, itt Nessali barát, és ezúttal is volt egy Galaxy Unpacked rendezvény. Welcome to the Galaxy Unpacked. Arra gondoltam, hogy ezúttal nem fogok Reakció Robertet játszani, hanem inkább szólok a Samsungnak, és bekérem az összes bejelentett új terméket, hogy itt meg tudjam fogdosni, mutogatni nektek. Vágjunk bele! Nem látjátok, de itt hever szanaszét a Fat Loot, amit a Samsung Magyarországtól kaptam, úgyhogy innen is köszi nekik, de kezdjük is egyből szerintem a legérdekesebb termékkel, ami valószínűleg közületek is a legtöbb embert érdekli. Ez nyilván nem más, mint a Galaxy Note 20 Ultra. Ja igen, az összes bemutatott terméket most nem a leírásba, hanem kiemelt hozzászólásba fogom nektek linkelni, mert elég sok van, úgyhogy ha érdekel bármelyik, akkor ott odalent meg tudjátok nézni a technikai részleteket, ezek nyilván csak ilyen első benyomások. Elmúlt évek alapján azt már tudjátok, hogy én hatalmas Note-rajongó lettem, mert szerintem ez az a széria, amiben a Samsung összes mérnöki zsenialitása és innovációja összpontosul. Nekem egyébként ez a bronzos színösszeállítás is tetszik, bár sokan írtátok Instán kommentbe, hogy fiúba nem volt-e. De nyilván nem a külcsíny a lényeg, hanem a teljesítmény, és hát az van ebben a telefonban. Végre bekerült ide is a 120 Hz-es kijelző, és totál indokolatlan, hogy én itt húzogatom az ujjam, mert ez a videó 60 fps-ben van rögzítve, de azért mondom. És tekintve, hogy a teljesítmény csúcsa mindig is a Note széria volt a Samsungnál, gaming tekintetben is, itt különösen fontos, hogy ezt a magasabb képfrissítést végre megkaptuk, szeretnék is egy külön videót csinálni, majd a cloud gaminggel összekötve ezt az egészet, ugyebár jön az Xboxnak, a Microsoftnak ez a fejlesztése is. Három kamerás rendszert kapunk, és bár az S-szériában bemutatott százszoros zoom, ami inkább egy érdekesség volt, mint egy killer feature, az ebben nem került bele, de szerintem az 51 zoommal is bőven jól el leszünk. Az S-pennek a responsivitása az fantasztikus, tehát még a remegő kezemet is látni a kijelzőn, ahogy húzom a tollat. Nyilván meg annyi apró érdekesség van még a Note-ban, amiről fogunk beszélni későbbi videókban, amikor kifejezetten ez a telefon lesz fókuszban, ugyanis ezt fogom használni az év második felében, de most pörgünk tovább. Ismét érkezett egy új óra, ez a Watch 3, csak így elfogyott a space, vagy nem tudom miért van egybeírva. És hát na, tudjátok, hogy mekkora a szerelmem nekem ez az egész okos óra téma, most ugye a Galaxy Watch Active 2-t használom, de cserélni fogok, mert ez a Watch 3, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Nem tudom, hogy mennyire látszik a különbség, egy kicsit nagyobb a Watch 3, de csak azért, mert más a kialakítása, és igazából ez a design tetszik nekem egy fokkal jobban, kevésbé futurisztikus, és sokkal inkább olyan klasszikus órás ez a megjelenés. Elképesztő amúgy, aki így követi az okosórákat a Samsungnál, hogy az első fitek óta mennyit fejlődött a márka ebben, azok sem voltak rosszak, de ezek a termékek már jelentősen sokkal prémiumabb feelinget keltenek, hogyha ez egy létező magyar mondat. A legfontosabb azonban, hogy újra lehet tekergetni az óra szélét, és ez nekem a legnagyobb killer feature, imádom így basztatni a karimáját, nem tudom, hogy fogalmazzak. És Buds Live, egy újabb fülhallgató. Na most Samsung fülhallgató ügyben tudnotok kell, hogy én az előző két szériás Buds-ot, a Plus-t, illetve a simát, azt napi szinten használom, és azok ugye zárt fülhallgatók, ez pedig egy nyitott, aktív zajszűréssel, és teljesen más dizájn kapott, mint az eddigiek, és most abszolút először fogom belehelyezni a fülembe, és amúgy meglepően kényelmes ez a babszem. De nem véletlen mondtam el, hogy én a zárt Buds-ot használom, illetve a Buds Plus-t, mert én jobban szeretem a zárt fülhallgatókat, nem akarom, hogy nekem beszűrődjenek a zajok, és bár van ebben aktív zajszűrés, ami egészen biztos, hogy jól működik, mindjárt le fogom tesztelni. Jövő Nessali, leteszteltem, tök jól működik a zajszűrő szoftvere, semmi gond nincs vele. De na, ez egy ilyen személyes preferencia, hogyha fülhallgató, akkor én a zártat szeretem, fejhallgatóban meg egyébként a nyitottat, amikor streamelek, de tök mindegy. Minden esetre ez egy tök jó opció, hogy végre van a Samsungnak is egy olyan verziójú fülhallgatója, ami nyitott, és hogyha valaki ezt szereti, ha valaki mondjuk közlekedés közben használja, amikor nem árt, hogyha hall hogy mi van körülötted, akkor tök jó, én fűnyíráshoz meg videónézéshez szoktam, úgyhogy nekem nem kell, hogy nyitott legyen. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy az embereknek a 90%-a az alapján fog dönteni, hogy valaki szerint menő ez a babos kialakítás, valaki szerint meg gáz. Annyit el tudok mondani, mint aki mióta van Buds használja, hogy a hangminőség az ahhoz képest, hogy milyen kicsi készülékről beszélünk, nagyon-nagyon jó, és olyan hangélményt ad, mióta a Samsung ugye az AKG-vel összeállt, hogy
mindenki, kivéve aki nyilván nagyon-nagyon audiofil, az abszolút elégedett lesz vele, és csak javasolni tudom. Szóval végre egy termék a videóban, amire azt mondtam, hogy én ezt nem fogom használni. Hehe, de a nagy ágyút hagytam a végére, és ez most szó szerint nagy ágyú, ugyanis ez a Samsung Tab S7 Plus Galaxy, az kimaradt. Milyen jó márka nagykövet vagyok, hogy nem tudom a termékek nevét. Szóval Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Évek óta nem használtam tabletet, úgyhogy ez lesz most az első alkalom hosszú idő után, hogy kipróbálok egyet, és ezt látni is fogjátok rendszeresen, ugyanis a NESZFC-s videókhoz szeretnék taktikai elemzéseket kivetíteni, amiben nyilván a toll az nagyon-nagyon sokat fog segíteni, mert én a tollal tudom majd rajzolgatni itt a kis fantasztikus focis formációimat, bemozgásokat kivetíteni a kijelzőre, szóval van egy ilyen tervem, spoiler, ez egy nagy újdonság lesz nekem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz egy ilyen prémium tablettel napi szinten dolgozni. Tudom javasolni, hogy aki tabletvásárláson gondolkozik, az mindenféleképp nézze meg Janiéknak a Tab S7 Plus tesztjét, mert elég fasza lett. Úristen, de mennyire jó ez a kijelző. Oké, hát ezt most még így nehéz lesz befogadnom elsőre, de hú, most így kicsit ez a videó le fog állni, mert kicsit lenyűgözött a tablet, és így bocsánat. Ez is megkapta a 120 Hz-es kijelzőt, és ebben is megvan az a fejlesztés a pen responsivitásával kapcsolatban, szóval, hogy a válaszidő az minimális, látjátok. Nyilván az egész tokkal és billentyűzettel együtt érkezik, amibe belehelyezhető ez a pen maga, és tök könnyen rá lehet, mondom, hogy tök könnyen, így köszönöm szépen, rá lehet csatlakoztatni a billentyűzetet az egészre, abba a pillanatba letámasztod, és már mehet is a munka. És akkor hagyd ne menjek bele abba, hogy ugye a Samsung Dex-el pillanatok alatt gyakorlatilag asztali üzemmódba tudjuk használni ezt az egészet. Már megint könyörögnöm kell majd termékekért, hogy véglegesen megtarthassam őket. Jó, itt tartunk, ez volt az én első élmények beszámolóm a Samsung Galaxy Unpacked bemutatott termékeiről. Nyilván a Note 20 Ultra-ról folyamatosan jönnek majd a tartalmak, hiszen napi szinten fogom használni. Mint mondtam, a Tab S7 Plus a NESZFC-n fog bevetésre kerülni videókhoz. A Galaxy Watch 3-ról nem hiszem, hogy különösebben fogok effektíve posztolni, az egy ilyen személyes preferencia, de van már okosórás videóm, keressetek rá, hogy Nessai okosóra, és ott gyakorlatilag minden elhangzik, hogy én miért szeretem és használom ezeket a termékeket. A Buds Life helyett meg én maradok a klasszik Buds-nál, illetve a Buds plusznál, mert mind a kettő nekem nagyon jó bevált, és a zártsága számomra fontos. Remélem, hogy tetszett a videó, srácok, linkek a leírásban, illetve nyilván várom a véleményeteket, úgy általában tablet használat, fejhallgató, fülhallgató használat, mennyire szerettek ti egy ökoszisztémán belül maradni, nagyon Samsungosok vagytok-e, vagy nagyon nem, kíváncsi vagyok a véleményetekre a termékekkel, és úgy általában ezzel az egész rendszerrel kapcsolatban, úgyhogy mondjátok el bátran. Az a baj, hogy most még meg kell vágni ezt a videót, pedig én vissza akarok menni tabletezni. N betű! Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.